Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. Méghozzá nem másra várunk benneteket, mint a Mélytengeri Kalandok című epizódunk következő epizódjával. Most már hallottok engem jobban. Itt van velem Attila. Hey. 21. epizód, úgyhogy néhány nappal ezelőtt vettük fel, amikor ti előjöttetek, tehát óriási gondba voltunk, és hát most is tartalékos üzemmódban vagyunk itt, hiszen most csak Attila van itt velünk, de elvileg majd a következő ötösben már lesz egy flónk, sőt biztosan, úgyhogy lesz majd egy bővített műszakunk a következő ötösre, addig most viszont erre az ötösre most Attilával fogjuk nyomni a dolgokat. Nagyon régen volt a legutóbbi szerverezésünk itten, úgyhogy én azt látom, hogy elkezdtem építeni a Chile Chumi 3-at. Arra nem emlékszem, hogy ez merre fog menni, de szerintem ezt mindjárt kinyomozom, hogyha jó időnk van fönt. Nálad meg mi volt? Én csinálom, ami azt. Ami lát. Kelp farmot. Kelp farm? Ja. Na, sajnos sötét van. Mondjuk el tudok menni. Úgy csak meg kell találni, hogy merre megy a hajó. Illetve merre megy a vasút. Hát ja. Igen, mert persze azt is elfelejtettem, hogy merre megyünk. Ja, hát én egyébként meg hülye vagyok. Ugye ez alapszintű Minecraft, aki esetleg nem tudná. Negyedik évadunk már van ebből a... illetve negyedik évadnál tartunk már ebben a sorozatban. És az a lényeg, hogy ugye a különböző szigetek között kapcsolatot kell létrehoznunk a föld alatt vasút használatával, és ahogy eljutunk egy szigetre, azt a szigetet már magunkévá tudhatjuk, és különböző dolgokat megszedhetjük róla. Szerintem nem erre fele vagyunk, mert itt vannak kisebb szigetek. Nem tudom. Itt a másik irányba vagyunk. Már elég régóta nem hagytam el azt a helyet. Szerintem másik irányba leszünk. Egyébként majd errefelé is érdemes lehet elnéznünk szerintem. Majd ugye mi most a kis szigeten vagyunk, ez ugye az első helyszínünk volt, ahova eljutott a Chile Chumi vonatrendszerünk. Igen, ez lesz, most már emlékszem, erre a szigetre fogunk eljutni. Hát ezért valami nagyobb sziget lesz ez is, én azt hiszem. Igen, szerintem azért akarunk ide eljutni, mert itt is egy nagyobb szigetünk van. Tölgy meg sima fa. Kéne megkövető égetnél. Viszont a távolság az elég nagy, úgyhogy ma még nem kell megnéznem ebbe az ötösbe, hogy milyen messzire kell ásnom. Ja igen, meg vízzel küszködtem, arra is emlékszem. Valahol itt van egy mély barlang. A sikerült megtalálnom. Én meg ugye a... olyan ellátás. Igen, az szörnyen áll. Ezért most csinálok egy automata bone meal farmot. Amiből majd automata wheat farmot. A wheat farm az, illetve a wheat az van, csak a farm része az nincsen meg, de szerintem mindjárt innen, ha már itt vagyok, akkor össze is szedem a dolgokat. Jelenleg az szerintem fél automata. Hát úgy, hogy én szedem. Vagy aki itt van, az szedi. Na. Amin kitemett el. Folyamatosan el van temetve ez az automata fan. Most
Egyébként ezt is ugye egy 50 részes sorozatnak tervezik, mint minden más Minecraft sorozatunkat, ami így a felvételes korszakunkban van. És nagyjából most leszünk egyébként a felénél. És ugye ennél a sorozatnál, mivel Arab Minecraft, az a célunk, hogy ne csak mi ketten játszunk Attilával, csak most már olyan sürgős a dolog, hogy kénytelenek voltunk már elővenni magunkat. És valaki nem tud jönni? Mert készíti az elsődleges csatornáján a felvételeket, illetve a streameket. Amit valamilyen szinten megértek. Jó, csak már pár felvételt elhalasztottam, amit megígért. Igen, ezért voltunk ilyen szar helyzetben. Hát nem kell védeni. Elfogadom. Na, 21 kenyerem van, ha akarod, felezhetünk, csak akkor el kell jönnöd ide. Egyes csiracsumi vége. És elmentem a hármas irányába. Jó, nálam még már működik a kelp farm. Ugye, annó ugye Bogival kezdtük, és a Rolando is beszállt, azt hiszem. Igen. Meg Sajt. Sajt is beszállt? Igen. Arra nem emlékszem őszintén. Ne. Ebbe az évadban nem? Ebbe az évadban nem? Ja, jó. Oké. Okay. Úgy oké. Okay. Az előzőkbe. Vagy az előzőkbe. Hát igen, most jön az az unalmas rész, amikor megint a sziget eljutása érdekében bányászni kell. De lehet, hogy inkább azt mondom, hogy egy sínrendszert összepakolok, és akkor... Ja, látom, össze van a híd, az, illetve elkészült az alagút, azt már látom, csak föl kell ásni. Ja nem, mert üveg, el van baszódva az üveg, rohadjak meg. Mi történt az üveggel, várjál? Hát, hogy üveglap van, és ez magába szívta a vasszert. Ja. Hát igen, az kellemetlen tud lenni. Igen, csak ezt elfelejtettem a frissebb Minecraftnak köszönhetően, hogy sajnos ezek az üveglapok magukba szívják a vizet. Kicsit több fizikát adtak a játékhoz. Az engem most nem érdekel, hogy fölülről csöpög a víz. Szokott az is probléma nekem lenni. De most az igazából le van szarva. Úgy is van kelp, nem kevés. Szedegetem is le. Na, egy irányba legalább kész a víz, illetve a tető. Illetve a felső részén kész a visszer. És akkor most jön a második felső rész. Ja, te készen vagy, akkor csak téged kell szednem. Egyébként itt szerintem bejelenthetjük, ami így igazából még eddig titok. És azért, mert hogy ugye ez az adás elég hamar kerül ki szerintem, így adhatunk helyet a reklámnak is, hogy mi Attilával elkezdtünk egy elég komoly projektben dolgozni, nevezetesen egy új Minecraft-os sorozatban lesz egy, vagy élőben, inkább azt mondom, hogy élőben, lesznek olyan alkalmak, amikor bemutathatjátok ti is a Minecraft-odásotokat egy valós szerveren, valószínűleg a Ternoson keresztül. Lesz egy futópályánk, képzeljétek el, olyan szinten állunk vele, hogy
hát az alaphelyszín, a falu az már nagyon készen van, és van egy piros futópályánk, ami tervek szerint egy 5 kilométeres futópálya lesz. Azon kell végigharcolnotok magatokat, szó szerint. Mondjuk így. Bár ellenség nem lesz, tehát sima játékmóddal játszunk. Nem peaceful. Tehát peaceful, így van. De akadályok várnak benneteket azon az 5 kilométeren, de most abból készen van másfél. Most első körben, talán kettő is egyébként. Első körben most szeretném megkérdezni, kedves nézők, itt akik néztek bennünket, hogy mennyire érdekel ez a jellegű kalandpálya benneteket. Mert amennyiben úgy van, akkor kicsit gyorsítjuk a melót, és akkor akár a nyári időszak elejével már be lehet indítani ezt az új jellegű egynapos eseményt. Ez egy élő stream lenne, és akkor különböző versenyszámok lennének. Úgy, mintha egy futógálát rendeznénk, mondjuk így, ilyen eseményt. És azokon a versenyszámokon lehet rajthoz állni. Például egy kört lehet teljesíteni az 5 kilométeres pályán, vagy két kört, és így tovább. Mondjuk 4 körig. És akkor mi azt pedig közvetítjük, és Attilával kommentáljuk. Az is egy érdekes történet lesz, kommentálás. Hát, figyelj, én értek a sport részéhez, úgyhogy igazából a szakértői részt azt megkapod. Oh shit. Tehát ki mennyire érdekel ez a jellegű kis kaland? Én beszorultam a birkákhoz, hazaértem. Jó. Én pedig készen vagyok a híddal, az a jó hírem. Úgy. Innentől kezdve mehetek tovább. Szerintem adás végéig csak egyenesen kalimpálgatok. Ha most jön a projekt összegyűjtő rendszer része. De egyébként kíváncsi leszek, majd a következő ötösben is be fogom harangozni. Kíváncsi vagyok, hogy Flo erre mit reagál. Ő egy igazi reklámforrás lenne nekünk ez ügyben. Nem? Szerintem olyan fanbase van, hogy heroldottakok. De megpróbálhatunk. Van. Jaj, de hülye vagyok, hát van még, Csáki. Mindegy most már. A csirkéktől átveszem a tojásokat. Jó. Lejjebben. Te vagy most otthon, úgyhogy te tudsz ez ügyben. 7 darab tojás. 7-es. 0 csirke, igen. Hoppá, egy csonti. A vízi alagútban. De ki van fáklyázva? Nem tudom, hogy a francba került elő. Ja, pont itt nem. Akkor ezt majd megszépítjük majd szépen. Jövővel. Na. Opika! Jipi! Most kezd eszembe jutni, hogy az arany itt egy nagyon komoly szükséglet, nem? De bár. Találtam. Szedd ki. Ugye sín? Haza. Ja, tudom. Csak a nézőknek mondom. Na, lett egy 6-os szám belőle. Hozom is. Ez sürgi beszámító dolog nekünk. És szerintem olyan szinten sürgi, hogy egy szenet rá is pazarolhatok. Erre a 6 darabra, nem? Nyugodtan. Viszont ennek lesz még egy jó híre. Ez ugye az erős csilléhez, tehát a redstone-os csillé. Ja, mondjuk van itt nálam 7. Annak a buták vagyunk. Na? Netherben van. Tudom, de nem akarok átmenni én a Netherbe, az biztos. De egész sorozat alatt egy percet sem fogsz Netherben tölteni? Én azt gondolom, hogy igen. Na, azzal csak magadat szivatod is. Az utazásra biztos nem használom a Nether-t, ha erre gondolsz.
utazásra. Ott teli van arannyal minden. Azt oké. Azt meg kiszednéd akkor. Egyébként működik a teherforgalom, csak az utolsó redstone-os jel hiányzik neki, és majdnem átmegy a személyforgalomra a teherkocsi. Sőt, konkrétan majdnem át is ment tényleg. Na várjál. Van nálatok redstone? Ati, van nálatok redstone? Van. Betobsz egyet a teherforgalmasba? Visszaküldtem. Dobtam egy szöveget. Jó, Pigman bácsit meg hazaküldöm. No, Pigman. Hogy lehet? Nálatok árt valamit a Pigman? Na, érkezik mindjárt a teherforgi. Hát igen, teherforgalomnak megfelelően lassan érkezik ez a csille. Én átjöttem a Netherbe, hogy szedjek Soul Sandet. Jó. A Nether generálás még mindig rohadt szerencsés. Úgy rögtön egy Nether Fortress mellé. Nem tudom, mondtam-e, új zenecsomag van, amit igazából nyáron az egyik sorozatba akartam volna bemutatni, de Attilának mondtam, hogy jöttek új zenecsomagok, akkor mondta, hogy vegyük elő. Hát, nyilván. Úgyhogy most a nyári zenecsomagunkat hallhatjátok. Szó szerint ez a neve, hogy nyár. Most már kitöltöttük az összes hónapot, egyébként teszem hozzá. Tehát most már 15 zenecsomagunk van legalább. De annál több. Visszajöttél a Netherből tipre. Nem. Ó, mi a gyászom ez a generálás? Mit kaptál? Ez egy azt a kurva, de szerencsés generálás. Itt van egy bastion. Egy új struktúra Netherben. Na. Teli van lootokkal. Közben hivatalosan is a Csidecsumi egy teherforgalma megnyitva. Ja, ez most már végleges. A tanuka ugye ez tele van ami azokkal. Fekete blokkokkal. Ja, ugye? Tudom már mire gondolsz. Az Magma Klub. Magma Klub jokra jó lesz. Opa! Hello zombi! Sunyiban a sarokba! Ezt majd nézd meg hétfőn vagy kedden, amikor kijön ez az adás. Sunyiban a sarokba. Ahol más? Au. Kicsit késéssel kapták majd is. Malacok is vannak? Ja, hát persze. Nether. Itt van a ládában, a Magma Krém, ezt mit találtál? Magma Krémet. Ja. Ami Fire Resistance, ami neked ellenük van. Fire Resistance nekem? Hát... ne ugorj fejes találatba. Ha-ha-ha. Az... ó, Block of Iron. Nekem most van távolsági fegyőre, viszont nem tudok lődözni. Egyébként én minél hamarabb el kéne jutni, mert ez attól halálos hely nekem. És jelenleg nem elhalálozni jöttem ide. Főleg úgy, hogy most mi van nálad? Hát... igazából 32 magma blokk. De a vas blokkra gondolok, ami nálam viszont érték. Ja, hát 11 darab vas van nálam. És ez mind innen. Nem ezek velem szavasz, én elmondtam. Fél pénzzel a vásárba? Ó, 3 gyémánt. Na szép. A Nether Fortress loot. Ja? 3. Leesik egy lyukon, ott egy láda.
húszadal. Négy aranyig. Az óvatosan. Az aranyat hozzad a netherből. Négy darab gold ingot. Már akkor, ha úgy van, akkor akár, hát mondjuk nem ebbe az epizódba, de szerintem hamarosan kinyílik a második teherforgalom is. Kettes csillében. Ami ott meg azért kell, mert az meg a nagy sziget, a swampos, azt hiszem swamp van ott. De az már megvan. Igen, megvan, csak személyforgalomra van meg. Hát ja. Valami kell, hogy a teher. De lehet, hogy az lesz belőle, hogy mire azt visszahozod, meg összerakjuk, meg ilyesmi, addigra a hármas csillecsuminak az egyik iránya kész lesz, és akkor személyforgalom. Lapis! Az kell. Például nekem is. Jó. Akkor az ugye sima, igen. Nem kérdezem, mert rájöttem. Mennyit kaptam? 26. Tűzoltósat játszok. Elhalálozás nélkül. Kenyér. Jaj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 
Ó, nem vészes. Még egy vízi akadály. Lett ott egy kis spamner. Ugye megoldjuk, hogy ne legyen ez a spamner itt. Az üres láda azt jelenti, hogy itt már jártam. Tehát, hogy... Itt van egy aranyszettes piglin. Jó napot kívánok, testvér! Mert ugye a piglinek alapból támadnának. Azt ugye tudod? Aha. Csak van rajta egy aranyszellő. Most kicsit fajló vagyok. Na. Na persze a tehercsillét megint visszaküldtem. 46... Nem, 48 darab mi az? Nether Wart-tal térek haza. Az sok, ha szép. Szóval most már tényleg tudunk csinálni Fire Resistance Potion. Blizzponer takaradj inni! Szevasz, én elmentem. Na majd ha átjön hozzám a teherforgalmú micsoda a csille, akkor tudok hazaküldeni lapist. Majdnem félszekkel. Ugye ez az egyetlen Vanilla Minecraft sorozat, ami lesz a csatornám. Egyelőre? Igen. Akkor ezt már eléggé ki lehetne maxolni. Tehát úgy értem, hogy nem feltétlen kellene megállni. Mi az a rohadt sok Blizzponer? Megállni 50 résznél. Hát én nem mennék el a sárkányig, ha erre gondolsz. Nem, mert nem az a lényege. Hanem... Tudom, hogy nem az a lényege. De a endgame-re gondolok, tehát hogy elég sok mindent lehet még csinálni a Minecraft-on belül. Így ezeket is úgymond kivinni. Hát... Nem pedig csak vasutakat építgetni. És itt nem a sárkány. Ó, újra barany! Csak ezt viszont nem lesz könnyű megszerezni. Amúgy, ha megkérlek valamire, akkor át tudsz menni a Nether portálon. Ha-ha-ha! És megmondani a koordinátákat haza. Ha-ha-ha! Mert köpnyikét eltévedtem. Indulóban. Itt annyira szerintem nem látnak szívesen a lények. Futóverseny az alagútban. Még ezen lehet szépíteni egyébként az alagúton, de ki az, aki megcsinálja? Hát... Ja. Ugye itt az egyik Blizzponer. Kajából van bőven. Fát is hoztam, hogyha eltörnek sákjány. Szóval elileg, hogyha nem vagyok falfasz, akkor túlélem. Csak meg kell találnom, hogy merre van. A Nether portál? Igen. A felmész a lépcsőn is rögtön balra. Ja, jó.
Aha. Veletek se barátkozunk, kedves Withers telefonok. Nincs kedvem hozzátok. Jó, gyertek. Aha, meg vagy. Távol. Hát akkor Attilát segítve átmegyünk a Netherbe. Azt mondja, mínusz 22, 31. Várjál. Tehát mínusz 22, magasság az 60-as magasság körül 31. Egy picit távol. Na, mi pedig visszatértünk, és megköszönjük a kedves nézőknek a figyelmét. Ma volt, ennyi volt az első epizódunk, találkozunk a következőben. Addig is sziasztok! Első epizód, hello!